A bölcsődei gyermekgondozási díj visszavonása érdekében tartott sajtótájékoztatót a Societas helyi szervezete és dr. Gara István az MSZP félegyházi elnöke. Mint ismert, a félegyházi képviselőtestület március 29-én döntött a díj bevezetéséről. A Societas tagjai elfogadhatatlannak ítélik a döntést. Transzparensekkel, zászlókkal vonultak fel a Dankó Pista utcai Kuckó bölcsödénél a félegyházi Societas tagjai. Az önkormányzati fenntartású bölcsödékben április 1-től a szülőknek gyermekenként 300 forintos napi díjat kell fizetniük, ami a szervezet tagjai szerint újabb sarcot jelent. Igazából azért választottuk ezt a bölcsödét, mivel ez a legnagyobb központi bölcsöde félegyházán. Az intézkedés, a megszorító intézkedés alapvetően az 50-60 ezer, 120 ezer forint keresetű, átlagkeresetű félegyházi szülőket, anyukákat érinti, és őket szeretnénk megszólítani ezzel a sajtótájékoztatóval, illetve szeretnénk üzenni a város vezetésének is. A Societas baloldali ifjúsági mozgalom Bács-Kiskun megyei szervezete arra szólítja fel a város vezetést, hogy haladéktalanul vonják vissza a megszorító intézkedést. Eszik Bence, a Societas Bács-Kiskun megyei területi szövetségének elnöke hozzátette, reménykednek abban, hogy a városvezetés átértékeli a meghozott döntést. Ebben bízik dr. Gara István, az MSZP helyi elnöke is. Ezt a nem kötelező jellegű rendeletet ugyanis az önkormányzat bármikor visszavonhatja. Én biztos vagyok abban, hogy a média részéről és egyéb közvetlen módon olyan információk fognak áramlani a döntéshozók irányába, és itt elsősorban nyilván az önkormányzati képviselőkre gondolok, az egyszerű emberektől is, hogy talán egyszer majd meggondolják magukat, és azt mondják, hogy hát ez egy rossz döntés volt, és majd vissza kéne csinálni. Én ebben reménykedek. Dr. Gara István hozzátette, kezdeményezni fogja a bölcsődei gyermekgondozási díj mielőbbi visszavonását.